Páff István, a KDNP frakció szóvivőjével folytatjuk a hétfő reggeli startot. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm az ATV nézőit! Azt mondta Semmilyen Zsolt, miniszterelnök helyettes a Hír TV műsorában, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt kitart Hoffmann Rózsa mellett. Ez kérdéses volt? Volt egy olyan pillanat, amikor kérdés volt, hogy el lehet-e állni mellőle? Hát hiszen emblematikus figura. Nyilván nem kérdés, és természetesen kitart. Itt a kérdés az, hogy egy új helyzetben mit mond a Kereszténydemokrata Néppárt, és az új helyzetben azt mondja, hogy nem képzelhető el. Sőt, erősebben mondom, mert sok minden elképzelhető a világon. Nem elvárható. Meg kell annak lennie, hogy 2013. szeptember 1-én induljon a pedagógus életpályamodell. Önök ezt mondják, de hát Matolcsi György gyakorlatilag kijelentő mondatban jelentette be, hogy nem így lesz. A kijelentő mondatnak az első része, majd a második része pedig az, hogy amennyiben a gazdasági eredmények és a gazdaság lehetősége a költségvetés megengedi, akkor természetesen az eredeti elképzelések szerint bevezetjük a pedagógus életpálya modellt az ezzel járó béremeléssel, bérnövekedéssel együtt. Mert itt azért mondhatjuk, hogy mi ez a kategorizálás, meg az előre menetel a pedagógusoknál, azért itt mindenkit a forintok érintenek meg, és ezt értjük, és ez jogos. Hát főként egy feladatot is kapnak, mint amennyi a nyakban. Úgyhogy ennek meg kell lennie, de több... Hát igen, ám, de akkor mennyi érdekérvényesítő képessége van a KDNP-nek a kormányon belül, hogyha Hoffmann Rózsa meg közben azt mondja, hogy még csak nem is egyeztettek vele, nem is tudta a sajtóból értesült, az internetről értesült arról, hogy Matolcsi György mit jelentett be az ő területével kapcsolatban. Én nem erre terelném a figyelmet, hanem sokkal inkább arra, hogy hogyan is jöhet össze az a helyzet, hogy 2013. szeptember 1-én bevezetjük a béremelést és a pedagógus életpálya modellt. Egyrészt onnan, hogy jó számokat, de a gazdaság tudja produkálni, mert hogy maga a bejelentés az egy üzenet. Ugye azt jelenti, hogy Magyarország tartani hajlandó, és a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a 3% alá hozza a hiányt. Ez azt is eredményezi, hogy az Európai Unió 9 év után le fog szállni rólunk, és föl fog menteni a kötelezettségszegési eljárás alól, ugye a hiányzó cél túllépése tárgyában. Ez óriási eredménnyel jár. Tovább javítja azokat a pozíciókat, amelyek most jobbak, mint valaha. Hát nézzük meg, hogy csütörtökön az eddigi legolcsóbb áron adtunk el magyar állampapírt. Pénteken az idei minimumon volt a CDS felár, következésképpen Magyarország finanszírozásának a kamata. Tehát olyan jó helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag ezek a számok hozhatók, és különösen hozhatók, hogyha egy olyan finanszírozási környezet fönnmaradt 2013-ban is, mint az idén volt. Magyarország papírjai el kell mondják sokan. Hát, hogy? Ehhez kell az IMF-hitel, hát mint hogy most ugye azt mondják, hogy azért ilyen jó a CDS felár például, mert hogy az IMF-hitelben bízik a piac. Igen, mert ugye a piac azt látja, hogy Magyarország tud teljesíteni, ott áll egy megállapodás küszöbén, amely megállapodást a kialakított feltételek mentén holnap megköthet, hogyha a helyzet olyan. Na de képviselő, ez a pedagógusokat mennyiben érinti? Vagy érdekli egész? Érinti, azt értik is, nyilván. Mindenki érti, aki ebben az országban híreket. Nézze, ugye az utóbbi, két-három évben lassan az országban már mindenki megtanult szerződni az IMF-fel, ugye? Én azért azt mondanám, hogy na, óvatosabban. Tehát a pedagógusokat nem az érinti, vagy nem az érdekli, hogy ettől az IMF-től lesz a pénz, vagy a piaci finanszírozástól. Nem, nekik ugye ők az államtól szeretnék megkapni szeptemberben, jövő októberben pontosan a szeptemberi fizetésüket. Az emelt összeget, és azután, hogy bevezették azt a életpálya modellt, ami számukra kiszámítható. Az államtól. De az állam meg tudja azt teremteni, most teljesen mindegy, hogy ez melyik konstrukcióban vesszük elő. Ugyanis az a 71-nehány milliárd forint, amiben nyilván minden terhe benne van, tehát amit az állam kifizet saját alkalmazottjai után, ez a költségvetésnek néhány ezreléke. Tehát kell, hogy tudjunk úgy gazdálkodni, különösen ilyen jó körülmények között,
amelyek még eddig nem álltak fönn 2010 áprilisa óta, ilyen jó körülmények között, és jók a makroszámok, kell, hogy tudjunk olyan észszerűen és jól gazdálkodni, hogy ezt ki tudjuk fizetni. Meg tudja ígérni, hogy ki fogja fizetni a kormány jövő év októberében a szeptemberi emelkedést? Én a KDNP nevében azt tudom megígérni, hogy az utolsó, hogy mondjam, forintig, vagy az elképzelésig azért fogunk küzdeni, harcolni, magyarán azt fogjuk tenni, kérni, követelni, hogy úgy rendezzék át minden körülmények között a költségvetés különböző összegeit, hogy ez a 73 milliárd forint arra a bizonyos 4 hónapra, szeptembertől decemberig, jövőre a pedagógus számára megérkezzen. Súrjának azzal a mondatával egyetért, hogyha lesz pedagógus sztrájk, biztos nem lesz pedagógus béremelés, mert ez inkább fenyegetés, mint ígéret. Biztos van ennek a kijelentésnek valami magyarázata, mert ez így önmagában... A miniszterelnök helyettes a munkabeszüntetés fontolgató politikusoknak a következőket mondta: az ország megrendül, akkor biztos, hogy nem lesz a béremelésükre pénz, a hiány pedig bármi történik, tartani kell. Ugye az ország megrendül, ez abban az összefüggésben hangzott el, hogy meg... ha leáll a pedagógusok munkavégzése, leállnak az iskolák, a gyerekek otthon maradnak, stb. Igen, mindjárt sejtettem én, hogy itt ez így hangzik. Összefüggés van, amit, de hát ez, amit az előbb nem világított meg a szerkesztő úr. Csak ott van. De nézze, én azt mondanám, hogy természetesen, hogyha a végső elkeseredés az diktálja a pedagógusoknak, hogy sztrájkoljanak, és ezzel fejezzék ki az érdekeiket, ezzel próbálják érvényesíteni, azt fölhívni a társadalom és a döntéshozók figyelmét arra, hogy a helyzetük kezelhetetlen, akkor én sem mondhatok mást, éljenek a demokratikus jogukkal, tegyék meg, de az biztos, hogy a különböző sztrájkok Magyarországról olyan üzeneteket küldenének el a világban, mint amilyeneket küld Madrid, Atén és Spanyolország és Görögországon kívül Portugália és sok mindenki más, aki viszont óriási problémában van. Tehát az, hogyha kizárólag egy társadalmi csoport sztrájkol a béremelését, jogaiért, az még azt hiszem rendben is van, még a nyugatnak küldött üzenettel együtt is, de ugyanakkor érezhetően nem jó vért szül. Tartanak attól, hogy elindul a sztrájk hullám? Innen, onnan, a mondat, az egyik elkezd, jön a másik? Azért nem tudom elképzelni, mert mondom, a fundamentumok rendben vannak. És a kormány a pedagógusokat is ugyanolyan módon megpróbálja, ez 2013-ban várható kezdeni, mint ahogy az orvosokat, az ápolókat és az egészségügyi béreket például az idei év folyamán sikerült emelni. Tehát a nyugdíjasokat is ugye most az inflációt követő nyugdíjemeléssel azon a szinten tartjuk, ami hát nagyon azért fontos. Az inflációt nem követi, de emelés kétségtelen. Hát hogy ne követni? Hát 1,5%-os a nyugdíjemelés, most hirtelen nem tudom, bocsánat, de 1,6% volt az inflációási fél évben. Hát pontosan azt követi, ennek a módszere az, hogy egy bizonyos mértéket előre megadnak emelésbe, és aztán korrigálják hozzá. Hát pontosan az a lényeg, hogy követi. Tehát a nyugdíjasok ne érezzék úgy, hogy ez most le van zárva, ez még majd jön. Egy hát újabb emelés, hogyha látjuk azt, hogy mennyi volt a 2012-es összinfláció értéke. Jó, csak mert a kommunikációban nem pontosan így hangzik minden esetben. Jó, nézzük egy másik témát, a pedagógusok remélem annyiból megnyugodtak, a KDNP kiáll értük, hogy ez mire jó, azt majd meglátjuk, és mire elég, ezt meglátjuk, az ország teljesítő képessége, az élettársak családi viszonya. Ez most nagyon sok embert rendített meg abban a fajta gondolkodásmódjában, hogy mennyire lehet bízni abban, hogy egyféleképpen meghozott törvények úgyis maradnak egyfél év múlva, 3/4 év múlva, 1 év múlva. A KDNP ugye most felvetette, hogy a családjogi törvényt módosítani kellene, és a családok köréből kivenni mondjuk az élettársi viszonyban élőket, miközben eddig oda tartoztak. Ők miért nem család? Ők vállalják azt, hogy együtt élnek, akkor ők egy család, nem? Természetesen család, és nem erről van szó. Hát hogyha nem pontosan fogalmaz, akkor minden összekombinálható, csak hogy nem erről van szó, az a lényeg. Hát az alkotnak... itt az országgyűlésben, hogy az élettársak családot alkotnak-e egyáltalán? A vita arról megy az országgyűlés ellenzéki padsoraiban, hogy az élettársi viszonyban élőket valamilyen kommunikációs trükkel ránk haragítsák. Hát ez egyszerűen azért nem fog menni, mert mindez nem így van. Tehát nem tudom, szóval rossz helyen kereskedünk. Gondolja? Ja,
abszolút. Tehát nem erről van szó, hogy az alkotmánybíróság döntésének megfelelően két törvényt szinkronba kell hozni. Ennyi a lényeg. Jó. Tehát két ember, ha együtt él, ők egy család. És hogyha van egy gyerekük is, akkor még inkább. Ezt mondja? A családnak a családjogi törvény, a családvédelmi törvény értelmében van egy definíciója. Az azt jelenti, hogy a család alapja a vérségi kapcsolat, vagy az együttélő házastárs. A vérségi kapcsolat az élettársi viszonyban létrejön, hogyha gyermeket vállaltak. Hogyha akárki bárhonnan hozott egy gyermeket, élettársi viszony mellett is van olyan vérségi kapcsolat abban a családban, ami már az alapja a családnak. Arra épül. Tehát a hozott gyermeket is ide számítja. Hát természetesen. Mert ugye ezen is vita volt. Hogyne, de hát vérségi alapon hogy lehet ezen vitázni? Persze, hát nem tudom, én is mondom, döbbentel hallgattam. Mondom, hogyha ha ránk akarják őket haragítani, azokat, akik élettársi viszonyban élnek, akkor nem szóval ez egy ellenzéki machináció, azt mondja? Hát a játék a szavakkal, persze. Oké. Azt mondta Harrag Péter, a Keresztény Értelmiségek Szövetségi Győri Szervezetének országjáró kerekasztal a beszélgetésén. Megpróbálok szó szerint, mert aztán rám olvassa, hogy kiragadok valamit, hogy a keresztény demokraták normális ember módjára gondolkodnak. Ez pedig egyaránt fontos itthon és Európában. Ki nem gondolkodik normális ember módján? Ezt kivel szemben, vagy mihez képes fogalmazhatta meg Harrag Péter? Mire gondolnak ilyenkor? Jó, másik kérdés. Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, Magyarország nemzeti érdeke a Fidesz-KDNP pártszövetség fenntartása. Az miért nemzeti érdek? Azért, mert összefügg egyébként a pedagógus. Össznemzeti érdek, és összefügg a pedagógus kérdéssel. Mert hogy éppen egy olyan megállapodást és egy olyan gazdasági környezetet teremtünk, ami szemben azzal, amit eddig mondjuk a szocialista és a liberális kormányok nemzetközi téren, sokszor Magyarország nemzeti érdekeit feladva teremtettek elő, vagy hoztak létre, vagy sodorták abba az országot, indulat vagy vérmérséklet kérdése, hogy hogyan fogalmazunk, azzal szemben előállítjuk azt a helyzetet, amiben soha ilyen olcsón nem finanszíroztuk ennek az országnak a működését, soha ennyi pénz nem maradt ebben az országban, mert mindig jóval többet vittek el a külföldi multik, bankok, piacok. De látja, mások meg azt mondják, hogy attól ilyen tehát drága nemzeti minden, érdek. Mert hogy önök így finanszírozzák az országot. De hát nem így van, hát 2008-9, amikor az IMF hitelt, azt a rossz megállapodást megkötötték, és azután fölvettük azt a 21 milliárd forintot, annak a kamatait fizetjük most, írdatlan terheket. De annak a felvett pénznek egy részét már az önök kormánya költött el? Minimálisat. Na de 2000... ott volt még a kasszában belőle, tehát volt mit költeni belőle. Minimálisat, és végül ugye nem mindet, és 2010-ben szakítottunk ezzel a gyakorlattal. Meg az IMF-fel. Így van. Na most viszont udvarlunk. Nem udvarol senki. Jó megállapodást akarunk kötni. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy ebben viszont értő, mire gondolt Harrag Péter, amikor azt mondta, hogy ez a nemzet érdeke, hogy önök együtt maradjon a Fidesz-KDNP pártszövetségben. Nem ezt mondta, hogy mi együtt maradjunk. Nemzeti érdek a pártszövetség fenntartása. A pártszövetség fenntartása persze azért az, mert egy politikai irányvonalat képvisel. Én ennél még többet is kihallottam ebből a mondatból. Az ország érdeke az, hogy ezt a politikát tovább vigyük. Pont azért, mert hát olyan terhek vannak előttünk, amiket csak így, csak ezzel a finanszírozással, csak ezzel a gazdasági működéssel lehet. Hát a hitük megvan, azt érzem. Pálfi úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, remélem másoknak is meg lesz hozzá itt az erejük.